Május 12-én és 13-án a veszprémi Gizella ünnepséghez kapcsolódva Egyházmegyén területére érkezik a Szent István és vele együtt a Gizella ereklye. Veszprémből érkezünk, a főplébánia templomba fogjuk elhelyezni a Szent Jobbot. Amikor első Istvánt szentté avatták 1083-ban, került ki nagykirályunk sírjából az ereklye. Jó ideig Nagyváradon őrizték, majd a tatár elől Fehérvárra, a török elől Dalmáciába menekítették. Onnan Bécsbe, aztán Budavárába került. Az előadó véleménye szerint így az évezred elején időszerű áttekinteni a nyelv jelenlegi állapotát, hogy fölkészülhessünk az előttünk álló évekre. Bár sok befolyás érte és éri nyelvünket napjainkban is, a helyzet nem reménytelen. Az én végkövetkeztetésem az, hogy trianoni széttagoltság ide és Európai Unió oda, ezt a nyelvet itt, Európa közepén semmi veszély nem fenyeget, úgyhogy nem lehet letörölni a fölszínéről. Grécsi László azt mondja, a nyelvnek alkalmazkodnia kell az új évezred követelményeihez. Gróf Batthyány Lajosra, az első felelős magyar kormány miniszterelnökére emlékeztek a diákok a rendezvény első részén. A diák napon feladatokat adtunk előzetesen az osztályoknak, a reformkorból, Batthyány életéből, 1948-ról egy-egy jelenetet kellett a tanulóknak színpadra vinni. A rövid előadások után forgószínpadszerűen mehettek a diákok a különböző játékos sportos versenyek helyszíneire. A résztvevők egyesével és csapatban is megmérettethették magukat. Az iskola diákjai többek között mulatságos twister, ügyességet igénylő célbarúgás, erőfitoktató szkander és tudást, logikát kívánó rejtvények és tesztek várták. A Szabó Dezső utca végén található 300-350 millió forintos költséggel megvalósuló hulladék átrakó és válogató az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelő társaság beruházásának része, tudtuk meg dr. Áldozó Tamás alpolgármestertől. A legnagyobb beruházás érem a maga a Királyszent Istváni lerakó, és ezen felül három ilyen átrakó állomás épül még a megyében, Pápán kívül Tapolcán és Ajkán. A beruházásra azért volt szükség itt Pápán, mert a Királyszent Istváni lerakóba csak a tovább hasznosításra nem alkalmas, biológiailag stabilizált hulladék kerülhet, a többit szét kell válogatni és újra kell hasznosítani. A hulladék válogató július 1-én egy 3 hónapos próbaüzemmel kezdi meg működését, rendszerszerűleg pedig 2011. január 1-től fogja fogadni a hulladékot.